Műsorunk elején talán az egyik legismertebb erdélyi magyar íróra, Sütő Andrásra emlékezünk. Életútja is érdekes, volt nagy nemzetgyűlési képviselő. A 60-as, 70-es években, 1974 és 82 között a Romániai Írók Szövetségének alelnöke. 1980-tól kezdve a Ceausescu rezsim betiltotta műveinek kiadását és színdarabjainak bemutatását. Ezért 1980 és 1990 között csak Magyarországon tudott publikálni. Ebben az időszakban ő és családja a hatalom és a Securitate folyamatos zaklatásainak voltak kitéve. 1990-ben a Fekete Március idején veszítette el egyik szeme világát. 1998-ban a Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapító tagja volt. Életének 80. évében, 2006. szeptember 30-án hunyt el. A Magyar Adás szalagtárában jó néhány sütőinterjút, sütődrámát őrzünk. Egy ilyen felvétellel emlékezünk most a 10 évvel ezelőtt elhunyt íróra. 1976-ban Csáky Zoltán marosvásárhelyi otthonában kereste fel Sütő Andrást, az írószülei pedig pusztakamaráson beszélnek a híressé vált gyermekük ifjú koráról. Az író, akinek a következő fél órában nézőinkkel együtt a vendégei leszünk, kétségkívül szülőföldjének egyik legnépszerűbb, a legtöbbet olvasott szerzője ma. Hiszen a puszta kamarásról indult Sütő András műveit már megjelenésének pillanatában elkapkodják a könyvesboltokban. Drámáinak a megtekintéséért sorban állunk a színházak jegypénztárainál. Legutóbbi bemutatója láttam pedig, így kiáltott fel a krónikás: örömet hirdetek néktek, emberek. Nos, most, hogy itt ülünk Sütő marosvásárhelyi lakásán, éppen Szécsi András ábeljét nézegetve, egyébként a falakon körös körül pusztakamarási fotók, képek, Szenci Molnár Albert emlékplakett. Arra gondolok, nem lenne fölösleges éppen Sütő Andrástól megkérdezni, mi is számára a szülőföld? Szín, illat, emberek közössége, nyelv? Nem könnyű rá válaszolni, mert hiszen egy életen át val az ember a szülőföldjéről. Ha arra próbálok válaszolni, mit értek azon, ahogyan jellemeztél, hogy szülőföldjének egyik legnépszerűbb írója. Ugye már az is elég kicsi kör, mert hiszen a mezőségen nagy írónak lenni, gondolom, nem olyan rettentő nagy siker. Tehát a szülőföld dialektikus fogalomként értelmezendő, gondolom, ezúttal is, mert azon kívül, hogy minden, ami értelmet nyújthat egy vállalkozáshoz, legyen az mondjuk az én esetemben írói vállalkozás, azon kívül csupán röptér, dobbantó, ugye tágabb horizontok felé az ország is, hát legyünk szerintelenek a világ felé is. Ilyen értelemben tehát a szülőföld az a sugallat, az a parancs, az a késztető erő, amely egy vállalkozásnak a legbensőbb értelmét adja. Miben? Abban, hogy ennek a vállalkozásnak emberi közösségi kötöttsége legyen, hogy ez a vállalkozás ne essék vissza önnön üres becsvágyába, hanem megtalálja azt a célt, amely valójában egy emberi, egy nemzeti, nemzetiségi közösség. Ahhoz pedig, hogy beszélgetésünket talán érdekesebb módon folytassuk tovább, meghívom a televízió munkatársait a szülőföldre, pusztakamarásra. Ha szerencsénk van, éppen otthon találjuk, ha nem találjuk otthon, akkor azt jelenti, hogy a szülőföld elment fát vágni, kórét hordani a juhoknak, vagy pedig éppenséggel vizét szaladt el a kútra, de mindenképpen összegyűjtögetjük majd, ha ott megjelenünk, és így ajánlanám figyelmetbe esetleg édesanyám emlékeit a szülőföldről is, a gyermekeiről is, az irodalomról is, ha úgy tetszik.
Most azt tessék elmondani, mikor Andrást elvitték az iskolában, arra tetszenek emlékezni, hogy történt az? Akkor úgy történt, hogy mi nem voltunk valami gazdag emberek, szegények se olyan nagyon. Úgy talált, hogy ő hamarabb kellett volna menjen iskolába, mint ahogy ment. Két évvel. Két évvel? Negyed éves korában kellett. Igen. Elvégezte itt a hatosztályt, kamaráson. És akkor mindenki mondta, hogy ne hagyjuk ezt a gyermeket, mert ez egy nagyon jó tanulmány, adjuk fejjel. Ne felejtjük el, Jenei Sándor elment Enyedre velük, illetve Andorral ment hamarabb első évben. Igen. Vele ment, de későn mentek így, mert felvételik már lejártak. Ő ment fel oda, és felvételizett a gyerek. De a hirtelen már menni is kellett. Nem volt kényszer, nem volt ágynemű. Nem volt ruhanemű. Elmentem a báronihoz, és megkértem, né, legyen szíves. Kemény Bélának a felesége. Legyen szíves, adjon nekem egy paplanyt, kölcsönt, mert én vissza fogom hozni, ha csinálok itthon, mert olyan amit csinál, nem tudtuk egy csinálni. Másik, igen. Mert ami volt, nem adhattuk oda neki, mert akkor nekünk nem maradt. Nem volt mivel takarodni. Így, hogy aztán felmentünk, lehoztuk, úgy aztán egy két lovas szekeret fogadtunk, és oda aztán felraktuk mindent. Ő a szekér tetejére, szalmazákra. Átmentek, aztán itt Novaján keresztül, oda tettünk aztán minden élelmet. Szármás, budas. Novaján keresztül mentetek. Igen. Oda tettünk terményt, mert terményt kellett beadni akkor. Krumplit, pasztújt, szilvaizet, lisztet, mindenféle terményt. Utolsó murokig, akkor abban az évben úgy volt. És akkor aztán elmentek el két lovas szekére, ő felült a tetejére, egy nagy szalmazsákot megtötöttünk. Megtöltöttünk szalmával, vagy? Megtöltöttük szalmával, mert akkor úgy volt szalmazsák. Hát vinni kellett. Tetejére, és aztán Enyedig. Meg se állott. Hát tegyem hozzá, lehetséges, hogy tudatosan, vagy pedig öntudatlanul. Édesanyám kifelejtette a történet csattanóját, amit különben megírtam valamikor, ami szerint ugyanis engem monogramos, főúri, paplan lepedő és paplan húzat láttán, ugye, makacsul és következetesen a mosonő hosszú időn át Báró Urfinak szólított, míg csak le nem lepleztem aztán saját magamat előtte, mondván, hogy inkább hozzátartozom, mint a Báró Urfiakhoz. Megőriztem itt egy verset a fiamnak. Hazavágy a szívvel, fényben égő szemmel, és fedetlen fővel a városból jöttem. Égbetörő tornyok, a nagy rideg, kőházak, fagyos árnyika elmaradt mögöttem. Ekkor beteg apám jutott az eszembe, fájó szomorúság szállott a szívembe. És kitárt karokkal, lent a kertek alján, zokogva borult rám öreg édesanyám, Sütő András. Eztet írta, mint gyerekkorában. Lehetett első osztályban járt Enyeden. Első gimnázista volt. És akkor írtuk neki, hogy az édesapja beteg. Akkor ő jött tűzön vizen, vonatra ült, és jött. De nem tudott jönni az utcán, kerteken keresztül kellett jöjjön, mert nagy volt a sár. Mikor gyerek volt, akkor falábban járt, de már a gimnáziumból nem jöhetett falábban, úgyhogy a kerten keresztül jött, itt is nagy sár volt a kerten, de mégse volt olyan, mint az úton. Akkor jött, és neki, akkor én, mikor láttam, hogy jön fel a kerten, akkor szóltam az édesapjának, jön Andis. Akkor ő jobban lett, mikor meglátta a fiát, már nem volt olyan beteg. Mindjárt. És ilyen sok szép versei, még sok versei voltak neki. De ezt az egyet megőriztem. Mert ezt mindig, minden héten elolvastam egyszer ezt.
Azt mondanám, maradjunk még néhány gondolat erejéig Nagyenyeden. Tanúság, tételek, magatartás, modellek után kutatva, Sütő András többször felhozta példázatként a múltbor Bethlen Gábor alakját. Mire is okított, figyelmeztetett Bethlen Gábor? Bethlen Gábor volt egyebek között az a nagy történelmi személyiség, aki Erdélyben minden lehetséges emberi és anyagi energiát összpontosított. Egy haladó, akkor természetesen is viszonylagosan haladó törekvésnek a jegyében. Ő volt az egyebek között, ugye, aki az alsóbb néposztályok tanítatásán is igen sokat segített. Tudjuk, hogy a Bethlen kollégium is az ő alapítványa. Ő volt az egyebek között, aki kelet-európai viszonyok között igen sokat tett a korabeli lehetőségek alapján románok és magyarok összefogása véget. Tudjuk azt, hogy milyen szoros kapcsolata volt a moldovai, havasai néptömegek akkori vezetőivel. Tudjuk azt, hogy Erdélyben egyebek között ugye lefordítatta románra is a Bibliát, amely a maga korában nyilvánvaló, hogy haladó elgondolások alapján született cselekvés volt, mert hiszen az, hogy minden nép a maga anyanyelvén jusson el ugye a gondolathoz egyebek között, ez rendkívül fontos volt, és mint egy része ugye, az akkoriban világviszonylatban is haladó mozgalomnak számító reformációnak. Nyilvánvaló, hogy neki nincs külön tanítása a mi számunkra, de benne is egybe sűrül számos olyan tanulság, amire mindig szükségünk lett volna, és állandó jelleggel szükségünk van. Benne is egybe gyűl a történelemnek a ma tapasztalati anyaga, amelyet okos, értelmes cselekvésnek nevezünk. Én ezt valamikor így fogalmaztam meg, rá gondolva, és valamennyire véle szólva, hogy minden körülmények között eszményeinket természetesen mindig megőrizve úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk. Aki úgy cselekszik, hogy megmaradjon, az újabb cselekvéssel vállalkozhat. Aki pedig ezt a tanítást elfelejti, nyilvánvaló, hogy ezt az egyetlen mindenkor megújuló lehetőséget elveszíti. Öntől tudjuk, klasszikusainkkal, hagyományunkkal élnünk kell, és nem ápolnunk kell azt, mert ápolni csak ugye a lovakat ápolják, szokták ápolni. És Sütő Andrásnak köszönhetjük, hogy a ma nemzedéke számára letette az asztalra Kemény Zsigmond műveit, illetve hát egy-két könyvét. Egyszerű és kicsi, de fontos feladata volt ez a diáknak, aki éppen pusztakamarásról indult. Ez olyan adósság volt, amit le kellett valamiképpen törleszteni. Annak ellenére természetesen, hogy a Kemény Zsigmond iránti adósságát az utókor még nagyon gyengén rótta le, és itt még igen sok a tennivalónk. Megvádolták ugye azzal, hogy olvashatatlan, ami nem igaz. A leggazdagabb nyelvű íróink egyike. Tele van ízzel, annyi ódonsággal, a jó értelemben vett ódon szavainkra gondolok, amelyek bármikor elővehetők is, bármikor felragyognak ugye a nyelvünkben. És nem beszélve nyilvánvalóan arról a rendkívüli tudományos és filozófiai mélységről, amelyet ez a nagy gondolkodó megjárta maga regényeiben. Mit keres itten András bátyám? Miért ásod? Kérem szépen, 1975. szeptemberében ide kiszállt a Maroskeresztúri iskolának a növendékei. Körülbelül 40 diákkal. Egy egész autóbusz jött. 5 vagy
6-8 tanár is velük, tanárnők, és ezek hoztak egy szép virágvázát, virággal, és ide tették be, de már látom, nincs. Én a sírt azelőtt elkészítettem, fölástam, meg legerebéltem, és ide volt téve, a gyerekek így körbe voltak, hallgatták valami, egy pár beszédszót is, beszédet tartott a tanárnő velük, mondta, hogy ki van itt, ki nyugszik, stb. András bácsi, maga miért gondozza ezt a sírt? Én miért gondozom? Hát aztán a lelkiismeretem úgy hozza, hogy gondozzam. Ez egy báró volt. Tudjam. Hát nem báró volt, de ember volt, és úgy tudom. Ember, vagyis ezúttal író, sőt nem akármilyen, hanem egészen nagy író, akinek ugyebár most már az emlékét azok is őrzik, akikre nem számíthatott életében. Életében, amikor egyesek úgy tudták róla, hogy nagy birtokos, pedig ő inkább agybirtokos volt, szegény lévén, maga korában is, a maga viszonyai között természetesen. Az az ember tehát, az az író, aki a legjobb helyre jutott, így ahogy a példa is mutatja, az egyszerű emberek a nép emlékezetének a karjába. Ez pedig föltehetőleg, és az eddigi tapasztalatok szerint nem napi, sőt nem napidíjas érdeklődés, hanem annál parttalanabb időben is, térben is, és annál tartósabb is. Reméljük, hogy az ő esetében is ilyen lesz ez az emlékezet. Sütő András egyik írásában vallja, miszerint a mezőségen a nyelv dirib darabjai közé született. És ez nem csak a mezőségen van így, mert ha manapság valaki elkezd egy mondatot, a beszélgető társ tudja folytatni, be tudja fejezni. Erőt, leleményt, fantáziát nemigen rejteget már köznapi nyelvünk. Egyre inkább igaznak érezzük Adi mondását, miszerint, mint legendák alvó daliái alusznak a legigazabb, a legszebb magyar szavak. Ez valóban így van, ahogy mondod. Másrészt engedelmeddel nincs így. Ugyanis egy titkos és csodálatos ösztön ezt a törött vázát naponta újra összeragasztja. Néhol egyenesen újat készít. Az a folyamat, amely a nyelv születése, fennmaradása, ez millió változatában meghatározza az életünket is. Erről a folyamatról próbáltam különben kis könyvecskét írni az unokám László születése után. Engedjétek hozzám jönni a szavakat címmel, és hogyha esetleg a válasznak egy olyan árnyalata is érdekelne, amely ehhez kapcsolódik, akkor ezt a kis részt fel is olvasnám most a nézőközönségnek. Álmában pacsirta helyett fekete gólyákat lát. Gyermekfővel, a jövendő kántor tanítóinak előlegezett a rokoni bizalomból, és mint egy szerződés ajánlatként is a csapások közös vállalása végett, kereszteletlen gyermek sírja elé állították egyszer imát mondani. Szavakba önteni az elnémultságot. Nincs pap, mondj valamit, súgták nekem. Első nyilvános rögtönzésének szabadságában vergődve, hisz fogózkodónak még csak egy Ferenckét, Jánoskát sem dobhatott föl a névtelen kis halott, hirtelenében a szemközti akácfán pihenő gólyát öltöztette az alkalom színébe. Eljött immár a fekete gólyák napja. Napjaink napja. Visszatérő álombeli tusakodások a gólya emlékkel a régi tanyai ház kertjében. Miért vontál engem feketébe? Miért kellett épp neve szavafosztott gyermekek dolgát reján parancsolni? Székfoglaló beszédem tárgyát nem én választottam. Kelj föl, gyere gyorsan. A festetlen koporsó mellől
Egyenest a szoba közepébe ugrik nagyapa. Kilincset szaggatva rohan nagyanya után László ágyához. Mi történt? Mi történt? Remegő kéz tapad a szájára. Hallgass csak! Az erélyes riasztástól sáppadt készültségben áll a rácsok előtt, és figyeli nagyapa az alvó gyermeket. Mondd már, légy türelemmel, mintha körözne valamit a gyermek. Álom holdjának most épp a másik felén lehet. Nagyanya áhítatta várja a leszálló helyét kereső motyogást. És valóban László feje megmozdul a párnán, mutató ujját, mint apró partjelző zászlócskát kezdi libegtetni, szája sarkában apró mosolyráncukat vet, ezek talán a leszállás fényei, azután mélyet lélegzik, és nyelve alól kiröppen az első külön szó. Csia, csia. Mit mond? Amit a csóka, majd azután cece-csi. Ez meg a sármány, ugrik be gyorsan tolmácsnak nagyapa. Egyik madár a másikat rebbenti, öröms, ijedelem az összetartójuk, a sebes röptőeknek épp úgy, akár a gyalogosoknak, mert íme sármány hangra indul a bibic, keserves kiáltozással, buvik, buvik, és újra cece-csi, nagyapa lelki szemei előtt a fehér és fekete hópelyhek elvegyülnek a morosparti emlék didergő szavaival, amelyek áttörvén a téli mezők rácsait, hazáig kísérik Lászlót a létjogosultság vándorútjain. Buvik, buvik, forró szelet kavarnak itt a szárnyukkal most a madarak. Mi történt? Mondd, ha jobban tudod, mint én. Megjátszott bölcsességgel, és a váratlan megnyílott titkok előtti megrendüléssel mondja nagyapa. Hát elindult. Álmában rázta le magáról a tárgyak uralmát, és ahonnan a madaras álom hangjait küldi, már veszélytelenebbek a törpe alattomosságok. Nem a láz hangjai vajon? Nem, nem. Avagy nem mi ketten zavarodtunk meg a 17 hónapos virasztástól ember? Örökmécses nagyanya, ne kételkedjék most Arisztotelészben ez éjféli ünnepen. Könnyét nyelve összenevet a két öreg. A gerle hangján csatlakozik hozzájuk László. Semmi kétség, madarak lakoznak benne. Talán nem is álom ez, hanem februári madárvonulás. Írásaiban az álom motivum újra és újra visszatér. Ha jól emlékszem, Szervét mondja, álmaim tenyérni édenkert maradék. Mi Calvin álmainkért is felelősek vagyunk. Én azt hiszem, hogy adott a kérdés, elmondaná-e egyik jellegzetes álmát? A legjellegzetesebb a be nem fejezett dolgok visszatérő jelensége az álomban, és az örökös vizsga előtti izgalom. Ugyanis igen sokszor álmodom vissza magam az Enyedi Bethlen kollégiumba, ahol magyar nyelvtanból kell vizsgázni, ebből különben mindig gyenge voltam. Nagyon nehéz a magyar nyelvtan. Ezért álmodom talán vissza magam a kollégiumba, készületlenül mindig, mert hisz ilyen válaszokat adok a tanárnak, hogy gyűlésbe voltunk, meg írnom kellett, meg olvasnom kellett, meg egyéb más dolgom volt. Ez az izgalom pedig másnap újra eltölt mindig a nyelv olyan gondjával, amelyet még nem oldottam meg. A két világháború között a kisebbségi sorsban élő magyarság számára az írás az tett is volt. Berde Mária mondta, vallani és vállalni. Mit vállal és mit vall a mai író itt? Hát egy örök folyamatnak a részeseként, nyilvánvalóan, ahogy már említettem beszélgetésünk folyamán, egy közösségnek a gondját, ennek a gondnak a megvalósítását az élet minden terén, valójában önmagunk és egy közösségnek a kiteljesítését, az ebben való részvételt kell vállalnia, maga sajátos módján. Egyebek között tehát azzal is, hogy az önkifejezésnek és az önkiteljesítésnek minden lehetőségét fölhasználva sietünk egy közösségnek a segítségére. Erre nézve hadd említsek föl neked, mint
már említett könyvecskéből egy olyan részt, amely ennek a negatívuma, vagyis figyelmeztetés arra nézve, amikor ez a gond valahol is valamiképpen elapad. Egy olyan meséről van szó, amelyet még gyermekkoromban hallottam, és amely igen tanulságos módon épült be ebbe a kis könyvecskébe. Közismert ugye a nép képzelet világában az a korszak, valamikor, ugye, amikor Szent Péter az Úristennel a földön járkált, és hogy egyebek között mit tapasztaltak akkoriban, erről szólna ez a kis kép. Ők ketten, tehát Szent Péter és az Úristen, akkor még a földön jártak jó szó gyűjtögetni. Hátukon a lapos tarisznyával fejüket csóválták, oly rengeteg nyelvkárosult láttán. Mi az igaz hitte, fiam? Há, vonta vállát a kérdezett, és mint a disznó ment az orra után. Nem tudja-ken, merre van itt a csárda? De tudom, mondta a másik kérdezett, és ugyancsak elsietett az ormánya után. Hiszen ezt akartam neked megmutatni, uram, sopánkozott Péter, aki annyira otthonos volt már a földön, hogy jó néhányszor el is nadrágolták a részegek. Már amikor kinyitom a számat, uram, és kezdenek el agyabugyálni, akkor tudom, itthon vagyok. Ezek az emberek nem arra vannak rászorulva, hogy azt mond nekik, kelj fel és járj, amiként egyetlen fiad mondotta volt a gutaütöttnek. Hisz egyebet sem tesznek, mint a bajaik után nyargalnak. Mezitlávuk álmukban is csattog az ágy deckán. Hanem inkább azt kellene parancsolnod mindahánynak, uram, kelj fel és beszélj, mert szavaik minden jel szerint összenőttek a beleikkel. Aztán folytatódik a mese, hosszadalmas volt, ahogyan ezt Orbán János bátyám mesélgette nekünk. Csak a végén folytatom, minden is Péter ugye megkérdezte a nyelvkárosultakra mutatva, hogy mit érdemelnek hát ezek. Kérdezte aggodalommal és újabb fél decit rendelve. Részemről csak sajnálatot sóhajtott az Isten. Elegendő büntetés rajtuk, hogy keresni fogják egymást, és örömük csak annyi lesz, amennyit a bujaság érzékszervei fölfognak. Meghalnak egymásban, anélkül, hogy kölcsönös szavaikban újjá születnének, ahogyan terveztem volt, mikor a nyelvüket formáltam. Világ bolondja, még verset is írtam nekik, hogy annak a gyertya fényében nemzék a gyermekeiket. Kioltották. Metaforákba öltöztettem a mirigyeiket, hogyha öröm és bánat esetén megkérik egymástól, miért esik az eső a szemedben, a gazellánál, amely párjának hátrahagyott üzeneteként könnyével jelzi az utat, ahol elmegy, többet tudjanak magukról mondani. Használtam vajon valamit véle? Becserélik a metaforáikat sejem topánkára. Nyűsíteni fognak és makogni tehát. Önkifejezés dolgában arra ítéltetnek, hogy malomköveket varjanak össze, és homokból kötelet vonjanak. Ez a valamikori népi átok, az természetesen, amely alól már föloldottuk ezt a közösséget, egyebek között épp az irodalom révén. Én azt hiszem, hogy a felolvasott részlet is az bizonyítja, mit kritikusaink egybehangzóan mondanak, hogy Sütő András írói munkásságának a zenitjén van. Egyik francia filozófus szerint a jó író, a nagyon jó író a legjobb kritikusa a művének. Talál egy gyöngét műveiben? Rengeteget. Csak hogy erről én most nem akarok vallani, mert igen, hosszadalmas lenne elmondani, hogy miként semmisíti meg az ember a mondatait, vagy az oldalait naponként, vagy óránként, és miként próbálja újra gyúrni azt az elgondolt valamit, ugye, amelyet maga tökéletes formájában talán soha nem fog elérni. Engedje meg, Sütő András, hogy a vendégjogán ne csak az írót faggassam, hanem a magánembert is. Mikor nem ír, mit csinál? Vannak-e szenvedélyei? Mindenkinek természetesen. Alászat, vadászat. Na de hát merre kevés időjük mostanság, amikor annyi ember keresi ugye, a maga gondjának a megoldását, és a társadalomnak annyi kategóriája kér tanácsot vagy segítséget. És amely nyilvánvaló, hogy mindig belesodorja az embert valami olyan
problematikába, amelynek nagyon nehéz a végére jutni, és amely végül hát természetesen mindig tanulságos, mert valamiképpen az ember megteremt magának egy újabb fejezetet a könyvéhez. Századunkban nagyon sokat veszített értékéből a barátság fogalma. Mondhatnám, barátaink egyre kevesebbek. Ön milyen barátságban hisz? A mi viszonyaink között a barátság valójában egy új fajta megnyilatkozása egy közösségi életnek, eszmecserét jelent és közös keresését valaminek, ugye, ami több, mint két ember, két barát gondja, sőt, több, mint egy utca vagy egy város gondja. Ilyen értelemben a barátság ma már valójában az eszmecsere és a gondolatcsere egyik olyan formája, amely hát időnként az életünket kitölti. Gyűlölte már valakit? Mint minden ember, természetesen. Gyűlöltem mindenek előtt azokat, akik kisajátították maguknak az igazságot. Gyűlöltem azokat, akik kisajátították maguknak a boldogság kritériumait. Gyűlöltem azokat, akik a más hátán próbáltak maguknak lépcsőt vágni az emelkedéshez. Gyűlöltem azokat, akik más helyett akarták mindig leolvasni az égről, hogy mikor esik majd az eső, és akik más helyett fogalmazták meg egy emberi közösségnek a gondjait, mint a legokosabbak, így értve természetesen. És számtalan más alkalma adódik sajnos az embernek arra, hogy valamit vagy valakit gyűlöljön. Ez a gyűlölet viszont nyilvánvaló, hogy nem annyira a személyre, egy megnevezett személyre irányuló harag vagy érzés görgetek volt, hanem inkább a jelenségnek szólott, amelyet az életünkből úgy rendre ki kellett írtanunk. Robert Jung egyik szellemes paradoxonával élve jövőnk már megkezdődött. A jövő, tehát akár az emberiségé, akár egy nemzeti, akár egy nemzetiségé, nem egy elkészített és reánk várakozó kristálypalota, az bennünk van. Tehát olyan lesz, ahogyan most bennünk él, még pontosabban, ahogyan azért az eszményért, amelyet magunknak róla kialakítottunk, küzdeni képesek vagyunk.